Van 4 vészem, több száz szabálysértéssel a GTA 5-ben. Mindegyiket 4-szer kell megpörgetnem, és az lesz a lényege, hogy nem kaphatnak el a rendőrök. Ha így történne, örökre törlöm a GTA 5-öt. Üdvözlök mindenkit, szevasztok srácok, illetve lányok, itt a Rusz, még mindig elég beteg vagyok, úgyhogy sorry, ha olyan fejem van, hogy nyúzott vagy valami. Nézzük is a videót, srácok, amiről beszéltem, meg kell pörgetni ezt a kereket 4-szer, és ez folyamatosan egyre keményebb kihívások lesznek. Az első az, hogy érj a kocsiddal hozzá a rendőr autó kocsihoz. Oké. Bocsi. Azt a, nem köröznek. Hogy? Azt láttad? Srácok, sikerült az első challenge. Még egyszer megpörgetjük a kereket, srácok. Lájkold a videót, tehát vannak pozitív dolgok is, úgyhogy mindenki csapja ki a lájkot, hát ez a játékszabály, hogyha én betartom, akkor nektek is be kell. Nézzük a következőt. Oké, megpörgetjük harmadjára. Ölj meg egy madarat. Szegény madár. Szóval, vélek, hogyha lelőjünk, körözhetnének is. Nem sem egyszerű. Te mi van veled? Szegény ott zuhan. Mindenki írja le, hogy RIP madár. Nézzük az utolsó pörgetést, így az első körbe. Az igen. Ugye játsz halottat egy rendőr előtt. Szóval itt a rendőr, és halottat kéne játszani. Na nézzük. Meghaltam, biztos úr? Le se szarja, cigiszik tovább. Hát srácok. Ó, szerintem én már megyek innen, mert azért megöl. Következő vízpinni, egyre komolyabb challenge-ek vannak, srácok, és ezek egyre nehezebbek. Nem mondod. Dob egy gránátot a tengerbe mindenki előtt. Az igen. Szerintem körözni fognak. Túl sok az ember. Gránát. Nem én voltam, oh my god. Fussunk! Hát ki lehetett ez? Sikerült, srácok, ez a challenge is. Nézzük a következő spint, srácok. Iratkozz fel, ne! Rabolj ki egy bankot zseblámpával. Add ide, mert kiégettem a szemedet a zseblámpával. Na várjatok, itt most körözni fognak, úgyhogy nem fog belevágni, miért még egy-két ember, tudom, hogy nem ti, nem hiszi és azt hiszi, hogy nem helyesen járunk el szabály szerint a játékba, le kell rázunk a rendőröket. Tehát nincs mese. Nem olyan, hogy kijövök és akkor... De most mitől lett két csillag, mikor eddig egy volt, srácok? Hógolyó. Oké, gyorsabb elrabolni a kocsit, és iszonyat gyorsan húzunk. Szóval lesznek benne vágások, de ez nem lesz kivágva, hogy eltűnik majd a csillag, nehogy az legyen, hogy... Nem vagyunk tisztességesek. Ez rohadt gyors ez a kocsi amúgy. Hát elkapnak onnantól kezdve vége, és töröljük a játékot. Már villog, már villog. Jól vezetek, ennyi. Hát nem hiszem, hogy mindig nem tűnt el. Jó, akartam, a gyerekek nem tűnik el. És megvan, srácok, le is parkoltunk. Nézzük a következőt. Ha tetszik a content, mindenképp lájkold a videót, és iratkozz fel, ezt még nem tetted meg. A következő ne. Iratkozz fel, az legyen. Dobj hógolyót egy rendőrre. Jó. Szóval rádobunk egy hógolyót. Azt majdnem elővett a fegyvert, láttad? Oké, azt mondja, hogy hülye idióta, de...
nem köröz, oppa. Jó, srácok, ez is sikerült, és nem körözött a rendőr minket, úgyhogy nézzük a következő pörgetést. Nézzük az utolsót ebben a sorozatban, aztán jön a hármas szintű. Iratkozz fel a csatornán, srácok, illetve lányok, ennyi. Tehát nektek is teljesítek kihívást, ahogy nekem is. Iratkozzatok fel, ezt még nem tettétek meg. Egyre nehezebb kihívások, nézzük a hármas szintűt. És abból az első pörgetés, lopjak el 3 autót. Oké, és az egyik az itt lesz a házaknál. Valahol biztos van. Aha. Hát de mondjuk mivel Franklin jól tolva, ezért ez nem rossz. Ez egy jó kocsi. Ez jó. Ezt is milyen jó, jó, mondjuk ez már szirénázik, vagy mi? Riaszt a sziréna. Riasztózik. Ennyi, ez lesz az, megérkeztünk. Föl ne hívd a rendőrt, mert leütlek. És persze, ezért se hívja senki a rendőröket, hogy valaki betöri az ablakot amúgy. Teljesítettük mind a hármat, úgyhogy nézzük a következőt. Pörögjön az a hármas szintű kerék, és egyre durvább challenge-ek vannak, srácok. Üss meg valakit baseball ütővel. Ez lesz a következő. Hát ki legyen az a szerencsés, te? Az nagyon nőtt kapott. Na te várja, nem halt meg. Akkor kapjon már még egyet. Dúr! 11 dollár, srácok, és nem volt. Ki ne hívd a rendőröket, mert ki ne hív, mert most ütlek. Tedd el a telefont, szaladj innen, szaladj anyához. Srácok, sikerült ez is. Pörögjön az a kerék, pörögjön. Ne. Felszállsz egy golfkocsit a rendőrségbe, tehát hogy be kell menni az épületbe. Ez nagyon nehéz, mert egy golfkocsit kell bevezetni a rendőrséghez. És itt azért már nem férünk be. Oké, megoldottuk, bent vagyunk, és... Ajajajajajaj. Most elkezdenek lőni, nekem annyi. Jó, srácok, sikerült. Nem történik semmi. Nézzük a következőt, a hármas pörgetést. Ne. Skydive-olja medencébe. Ide raktuk magunkat a levegőbe, srácok, helikoptere, és be kell érni egyből a medencébe. Úgyhogy nem halunk meg? A helikopter nem tudom, hova fog lezúlni. Ne. Melléugrok, meghalok. Igen, ez sikerült, srácok. A helikopter hol van? Tudja fene, hogy hova zuhan le? Vagy ott volt fönt? Hova lett helikopter? Na mindegy. Ez is sikerült. Az utolsó négyes a legbrutálabb, legnehezebb. Nem, ezt nem hiszem el. Kihagytam, hogy erre rendőrautót kell összetörni. És ott a rendőr. Ez kemény lesz. Lol. Ezt sem hiszem el. Oké, túl sokáig ütöttem, srácok. Jó, azért eddig nem kellett volna, amúgy már rég meg lenne a challenge, ha abba hagytam volna. Segítség! Üldöznek! Akármilyen kocsi. Takarodj! Ne. Villog. Új. Igazából majdnem utolért alul az a kék, ugye fény. Puh,
Hát ez gyors volt. Na, erre nem gondoltam, hogy ez ennyire egyszerű lesz. Nézzük a következőt. Motorozz le a vízi csúszdán, srácok. Ez mi? Oké, srácok, itt vagyunk fönt a legmagasabb távérbe. Én nem próbálok ráugratni. Let's go! Hát nem tudom, ez kicsit gagyi volt, azt hittem leugratunk legalább az épületről. Megnézzük még egyszer, megpróbálunk leugratni. Na várjál, és hogyha nem esek le a motorra, akkor elvileg nem halok meg, ugye? De az ott baj, leestem. Nézzük a következő pörgetés, srácok. Írj egy kommentet. Ennyi. Tehát bármilyen kommentet írj le, srácok, a videóval kapcsolatban. És nézzük az utolsót. Tegyél C4-et egy labdára. Oké, az egyik labda bebágzódott, de itt egy másik. Öcsém. Na. Búm. Na most húzzunk be a vízbe, húzzunk be a vízbe. Oké. Talán ez nem lesz nehéz, mert csak egyes a csillag. Próbáljuk a víz alatt túlélni. Jó, sokáig van oxigén, úgyhogy szerintem jók leszünk. Az jó, kettes lett a körözési szint, és rengetegen vannak a parton. Nehogy már az utolsóval a labdása bukja, mert gyerekek, ez mi? Ez olyan easy-nek tűnt. Oké. Még mindig kettes. Gyerekek, azért ez kemény így a végére. És nem nagyon megy lejjebb a kettes körözési szint. Már villog, már villog. Öcsém, hogy mindenhol vannak. Jó. Sikerült, srácok, az utolsó is. Az, hogy megmarad a játék, az nem ennyiről szól. Ő meg egy rendőrt, vagy te nyertél. Ez dönti el. Ne. Én nyerhettem volna. Ha meg kell ölnünk egy rendőrt, srácok. Oké, miért bemegyünk, ellopjuk ezt a rendőrkocsit. Méghozzá úgy, hogy egyből fogolyat rácsapunk, így egyből kinyílik az ajtó. Na most figyeld. Oké. Ajajajajajaj. Hármas körözési szint. Ajajaj. Mindenhol vannak. Menjél már, hát meghalok. Akárhova nézek, itt lesznek a közelbe, baszki. Mennyi rendőr figyeld a térképet? Fordulj, fordulj, fordulj! Ne már! Le kéne mennem, gyerekek. Persze már helikopterrel jönnek, hallod? Szerintem beugrok a vízbe. Beugrok a vízbe, az a legjobb. Nagyon itt vannak a térképen. Szállj ki. Víz alá. Még lehet látni, hogy ott van a körözés. Kék kocsi plusz helikopternek ott volt ez a sáv. Még oxigénbe azért van. Itt fog maradni. Hát most azért fogy az oxigén, de nem jövök ki. Mert már villogunk. Oké.
Oké. Okay. Mindjárt megfulladok. Jó. Mindjárt meg lesz. Ó, már egyre lassabb. Tűnj már el. Ott a kocsi. Jó, eltűnt. Srácok, let's go. Ennyire lesz ez a challenge. Sikerült, úgyhogy megmaradnak a GTA tartalmak. Lájkold a videót, iratkozz fel, legközelebb találkozunk. Szevasztok!